Kedves testvérek, testvérnők, kedves vendégeink, itt vagyunk ismételten együtt, hogy ahogy mondjuk, vagy énekeljük, hogy összegyűjtünk, hogy hallgassuk ígédet. Csak hogy az apostol azt mondja, hogy az igének ne csak hallgatói, hanem megtartói is legyünk. Ez a nehezebbik fele a dolognak, és ezt bizonyítja, az elmúlt jó néhány évtized, amibe belelátunk visszafele, mert mindaz, ami történt, azt igazolja, hogy általában azoknak, akiknek nagyon sok kellene legyen a türelmük, kellett volna legyen, azoknak is nagyon kevés volt a türelme, és türelmetlenségük által bajokat, nehézségeket, gondokat okoztak. Tehát én azt mondhatom a magam részéről, amit olvasunk a Samuel könyvében, aki azt írta, az Úrnak lelke szólott én bennem, és az ő beszéd az én nyelvem által. Tehát mi csak szószólói vagyunk az igének, közvetítjük azt, amit megértettünk, megismertünk, és azt, amiről úgy látjuk, vagy úgy gondoljuk, hogy amire szükségünk van. Tehát én ugyanúgy, mint az apostol, ahogy mondta, ugyanúgy mondhatom, hogy Isten kegyelme által vagyok, aki vagyok. Vagyok itt, és vagyok az, akinek meg van engedve, hogy valamit tegyek annak érdekében, hogy egymást emeljük arra a szintre, amely szinten Isten majd elfogad bennünket, mindannyiunkat. Valamikor egy misszionárus elment, Keletre és hirdetni kezdett. És miről beszélhetett, mind ami írva van? A türelem, a szelítség, a szerénység, az alázatosság, a szeretet. És egy idő után azok, akik hallgatták, azt mondták neki, Á, megismertünk téged. A könyved jobb, mint te vagy. Ugyanebben a helyzetben vagyunk, sokszor, abban az esetben, hogyha tárgyilagosak vagyunk önmagunkkal szembe, és akkor, amikor belenézünk a, tükré, a lélek tükrébe, akkor magunkra ismerünk, a gyengeségeinkre ismerünk, meglátjuk, hogy hol kellene magunkon, a hozzáállásunkon, a mentalitásunkon, gondolkodásmódon javítani. Tehát, a lélek tükre azt mutatja meg nekünk, hogyha őszintén olvassuk, hogy mennyire vagyunk gyengék, nem erősek, hanem gyengék, mennyire vagyunk. Amiről beszélni jóhajtok az életbe vágban fontos, és ezt Jézus Krisztus mondta el. Azt mondta, hogy a ti béketűrésetek által nyeritek meg lelketeket. Tehát ez nagyon fontos, és ha hiányzik, akkor nagyon sok baj keletkezik. Már csak ebből, ha nem tudunk béketűrők lenni, ha nem, ha nem tudunk hosszú tűrők lenni. Tehát a tanulmányt valószínű ismerjük, a hasznóhajtó türelmet, de Isten türelméről nem sokat van mit beszélni. Istennek volt, van, és még van türelme, és lesz türelme még egy ideig, hogy meddig ezt nem tudjuk, de hogy lesz, az biztos. Azt olvassuk viszont, hogy Isten nem késik el az ígérettel, ami némelyek késztődelemnek tartják, hanem hosszan tűrérettünk, hogy némelyek nem akarván hogy némelyek elvesznek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Csak hogy Isten miközben tűr némelyekért, Mások kihulnak a sorból, sorainkból kihulnak ez idő alatt, és miért hullnak ki? Azért, mert nincsen türelmük. Tanulmányunk szavaiból idézek csak néhány mondatot, amely azt mondta. Ami hűségesen eltűrjük a szenvedéseket, tökéletessé tétetünk az engedelmességünkben, és Isten ezt az engedelmességet és az iránt a tanistott hűséget az igazságos új világban való örökkélettel és áldásokkal jutalmazza meg. Isten a haragnak puszrása szánt edényeit sok hosszú tűréssel elszenvedte. Így hát Isten türelmet gyakorol azokkal a gonoszokkal szemben, akik szándékosan, törvénytelenül jártak el. Viszont nekünk sokszor nincsen türelmünk akkor, amikor rendetlenséget látunk, vagy rendetlent látunk, vagy szabálytalanságot, vagy törvénytelenséget látunk. De Isten tűri. És a meghatározott időben, amikor ő jónak látja, akkor lép közbe, és intézkedik. A tanulmány még azt is mondja, hogy egy csoport szervezetben a megfigyelő alkalomotán nem alapvető dolgokban vitatkozásokat és szócsatákat találhat. Ha figyelembe vesszük, hogy a testvéreknek mennyi idejét, gondolatát és figyelmét veszi igénybe, ami által felkorbácsolják az indulatokat. Szükség van erre? Bizonyosan nincsen. Soha nem volt szükség arra, hogy az indulatok a gyülekezeten, a közösségen belül fel legyenek korbácsolva. És mégis voltak ilyen esetek, de jó lenne, hogyha ezt a leckét megtanulnánk. Már igazán ideje azoknak, akik azt mondják, hogy évtizedek vannak a hátuk mögött, de még mindig a türelemnek arra a fokára nem jutottak el, hogy ne idézzenek elő olyan dolgokat, ne okozzanak olyan dolgokat szándékosan vagy véletlenül, amelyek felkorbácsolják az indulatokat. Mózesnek a Mindenható Isten a következőt mondta. Ne legyetek személyválogatók az ítéletben, kicsint úgy, mint nagyot hallgassatok ki. Ne féljetek senkitől, mert az ítélet az Istené, ami pedig nehéznek tetszik néktek, én előmbe hozzátok. Vannak emberek, akik rendet szeretnek, de ezt csak elvárják másoktól. Ők nem akarnak a szabályoknak megfelelően élni de követelik, igénylik, hogy mások rendesek legyenek. Nagyon jól ismerjük valószínűen mindannyian a Bírák könyvének utolsó versét, amelyben az áll írva, hogy Izraelben nem volt király, és mindenki azt tette, amit jónak látott. Jó lenne elkerülni ezt az állapotot, bár most sincsen látható királyunk, de itt szemekkel látjuk a királyt a trónján, hirdetjük a királyt, hirdetjük annak ö, alázatosságát, szelítségét, türelmét, szeretetét, de nagyon nehéz úgy néz ki, megközelíteni annak a türelemnek a gyakorlását, amelyet ő mutatott azzal az Izrael szemben, amely úgy járt el vele szembe, ahogy tudjuk az írásokból. Tehát nem fogunk tudni rendet teremteni, inkább arra törekedjünk, hogy rendszeretők legyünk és rendesen viselkedjünk. És akkor többet nem jönnek létre olyan állapotok, amelyek ne talán felkorbácsolnák az indulatokat. Az apostol idejéből olvasom a következőt. Mert halljuk, hogy némelyek rendetlenül élnek köztetek, akik semmit sem dolgoznak, hanem nyughatatlankodnak. Voltak akkor is, voltak a mi időnkben is, és lesznek, de ne közöttünk legyenek az ilyenek, hanem azok, akik nincsenek közöttünk, azok nyughatatlankodjanak, azok rendetlenkedjenek. Nem így. És nem rendetlenség vagy szabálytalanság által próbáljunk érvényt szerezni a szabálynak, hanem szabályosan járjunk el, ha a szabálynak érvényt akarunk szerezni. Az apostol azt írja, magatok is tudjátok, mi módon kell minket követni, mert nem viseltük magunkat köztetek rendetlenül. Tehát ők nem viselték magukat rendetlenül. És ha az apostol azt mondja, hogy legyetek az én követőim, miképpen én is a Krisztusé, akkor követnünk kellene a példáját, és majd tovább meglátjuk az apostol türelmét. A mi úrunk Jézus Krisztus nevében pedig rendeljük néktek, atyámfiai, hogy vonjátok el magatokat minden atyafitól, aki rendetlenül él, és nem a, ma utasítás szerint, amelyet mi tőlünk kapott. Nem visszájkodni kell. Nem hajba kapni kell, nem ócsárolni kell, nem gyalázkodni kell, hanem csak visszavonulni. Megtartani azt a távolságot, amely biztosítja azt, hogy ne legyenek dörgések és villámlások, vagyis szócsaták, veszekedések és vitatkozások. Tehát, ha valaki nem akar valamit, arra nem erőlteti rá a mindenható Isten sem azt, amit nem akar. Hát akkor mi miért akarnánk ráerőltetni valakire valamit, amit ő nem akar? Ebből nem származhat jó. Tehát a tanács, távolodjunk egy kicsit el. Jézus, vagyis az apostol mondja a következőt, könyörült rajtam Jézus Krisztus, hogy benne mutassa meg legelőbb a teljes hosszú tűrését, példagyanánt azoknak, akik hisznek ő benne az örök életre. Az apostol elismeri, hogy rajta könyörült Jézus. Rajtunk könyörül Jézus. Ha itt lehetünk, azt jelenti, hogy könyörül rajtunk, még itt lehetünk. Mikor nem fog könyörülni, akkor már nem itt leszünk. Valahol máshol. Az apostol mondja, hogy ajánljuk magunkat mindenben, mind Isten szolgái sok tűrésben. Mondhatjuk-e mi személyesen azt, amit mondott az apostol? Ajánljuk magunkat, mind Isten szolgái sok tűrésben. Ha nem, akkor azt jelenti, hogy ezután kell ezt a türelmet magunkra ölteni, ezt a jó tulajdonságot felöltözni. Apostolságomnak jelei megbizonyosodtak köztetek sok tűrésben. Tehát ő nem csak beszélt arról, hogy türelmesekkel legyetek, és türelmes volt irántam Krisztus, hanem azt mondja, hogy megnyilvánult sok tűrésben az apostolságának jele. És olvasom, hogy mit kellett Pál Apostolnak elszenvednie, és gondoljunk arra, hogy ebből, amit az apostol elszenvedett, mennyit kellett elszenvednünk nekünk, vagy hogyan viszonyultunk volna mi az igazsághoz, Istenhez, Krisztushoz, ha ezeket el kellett volna szenvednünk. Még állnánk, még haladnánk ezen a pályán, ezen az úton, vagy sem. Gondolkozzunk ezen. Tehát, mitről számol be az apostol? A zsidóktól ötször kaptam negyvenet egy hián. Háromszor megostoroztak, egyszer megköveztek, háromszor hajótörést szenvedtem, így napot a mélységben töltöttem. Gyakorta való utazásban, veszedelemben folyóvizeken, veszedelemben raplók között, veszedelemben népem között, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben pusztában. Veszedelemben tengeren, veszedelemben hamis atyafia között. Fáradtságban, nyomorúságban, gyakorta való virasztásban, éjségben, szomjusságban, gyakorta való bőjtölésben, hidegben és mesztelenségben. Mindezeken kívül van az én naponkénti zaklattatásom az összes gyülekezetek gondja. Ki beteg, hogy én is beteg ne volnék? Ki botránkozik meg, hogy én is ne égnék? Ha dicsekednem kell, az én gyengeségemmel dicsekedek. Nálunk így van? Vagy miközben a másikra nézzünk türelmetlenül, ítéletet mondunk, és azt mondjuk, hogy én nem ezt tettem volna. Én nem így jártam volna el. Én nem így nyilvánultam volna meg. Én ezt nem mondtam volna. Én ezt nem tettem volna. Tehát mi nem a gyengeségünkkel dicsekszünk, hanem erényeinket hozzuk a felszínre, türelmetlenül mutogatva másra, hogy hogyan járt el. Tehát, ha összehasonlítjuk magunkat, és ami állapotunkat azzal, amit megélt az apostól, akkor azt mondjuk, hogy ezeknek az állapotoknak, ezeknek a körülményeknek és helyzeteknek sokunkat még a szelese érintett meg. És még sincs türelmünk. Mi lesz ennek a vége? Ha azt mondta Jézus, hogy a ti béketűrésetek által nyeritek meg az életeteket, mennyi esélyünk van életet nyerni? hogyha csak annyi türelmünk van, amennyit most már lassan kezdünk látni és tudni. Az apostol azt a tanácsot adja, hogy a vénemberek józanok legyenek tisztességesek, mértékletesek a hitben, szeretetben és a tűrésben épek. Persze a véneknek írja, mert a vének kellene példát mutassanak a tűrésbe. Hogy milyen vénekre gondolt, nem igazán tudhatjuk, de Valószínű, hogy olyan vénekre is, akik már az igazságban előre haladottak. És mit láttunk az idők során? Hogy azok, akik azt mondták, hogy évtizedek vannak a hátuk mögött, vagy gyermekekként ők az igazságban nőttek fel, azoknak nem volt elég türelmük eh, ahhoz, hogy ne bontsák meg az egységet a közösségen belül. Aztán olvassuk, és annyiszor elmondjuk, elmondunk nagyon sok idézetet, amelybe ez a szó, ez a gondolat előfordul, ami erényként kellene megnyilvánuljon nálunk, mert amelyek régen megirattak, ami tanulságunkra irattak meg, hogy békességes tűrés által és az írásoknak vigasztalás által reménységünk legyen. Tehát reménységünk legyen, békességes tűrés által, jöjjön meg ez a reménység, és akkor nézzünk csak egyetlen egy szemét. Olvassuk róla, én mi boldognak mondjuk a tűrnítódókat. Jobbnak tűrését hallottátok, és az úrtól való végét láttátok. Mennyi érintett bennünket abból, amit jobbnak el kellett szenvednie? Semmi. Talán annyi a végén az, hogy a barátai ellene fordultak. Megtörténik történik velünk is, és megtörténhet, hogy bizonyos személyek adott pillanatban ellenünk fordulnak. De jobb, mégis kitartó maradt, mégis türelmes maradt. És akkor ez a legkisebb megpróbáltatás, ez a legkisebb botránkozás. Miért nincsen elkönyvelve úgy, mintha mi sem történt volna? Aztán nézzük csak, hogy a királynak milyen volt a magatartása, a viszonya ahhoz, aki ige hirdetőként beszélt előtte, vagy előttük, több előtt a feltámadásról. Agrippához szól Pál. Agrippa, mivel te jól ismered a zsidók minden szokását és vitás kérdését, azért kérlek, hallgass meg engem türelmesen. És elolvassuk a Cselekeltek 20 a részét, és azt látjuk, hogy Agrippa türelmesen meghallgatja Pált. Agrippa, a király, meghallgatja Pált, és nekünk sokszor nincsen türelmünk meghallgatni egymást. Pedig óriási a különbség, ugye, Agrippa és Pál között, és mi közöttünk, miközben azt mondjuk, hogy mi testvérek vagyunk, mi mind egyek vagyunk, mi egyformák vagyunk, az apostol írja, Kérünk titeket, atyámfiai, incsetek a rendetleneteket, bátorítsátok a félelmes szívőeket, gyámolítsátok az erőteleneket, türelmesek legyetek mindenki iránt. Aztán Péter Apostól azt tanácsolja. Ugyanerre pedig teljes igyekezetet is fordítva, a ti hitetek mellé ragasszatok tűrést. Tehát hiába van a hitünk, ha nincsen türelmünk, mit ér a hit cselekedet nélkül, mit ér a hit türelem nélkül? De ezt majd tovább meglátjuk a további sorokban. Mert az apostol szavaiból, az úgynevezett szeretet himnuszából azt olvassuk, hogy a szeretet hosszú tűrő. És akkor tesszük fel a kérdést magunknak, és válaszoljunk rá, hogy ha nincs türelmünk, akkor beszélünk, beszélhetünk arról, hogy van bennünk szeretet? Nincs. Egyszerű. A aztán, Arról beszélnek, sokan dicsekednek, hogy rendelkeznek a szellem gyümölcsével, gyümölcseivel. Miközben olvashatja az illető, hogy a léleknek gyümölcse béketűrés és nincs türelme. Hát akkor rendelkezik a szellemnek a gyümölcseivel. Valamennyivel lehet, hogy rendelkezik. De hogy a szeretettel nem, az biztos, mert aki szeret, az béketűrő. Ugye? Azt írja az apostól a roma belékez. A háborúság békességes tűrést szerez. A háborúság békességes tűrést szerez. Ez nem szerzett sokaknál, de abban az esetben, hogyha meg akarjuk nyerni a mi lelkünket, akkor békességes tűrést kell gyakorolnunk. A békességes tűrés pedig próbatételt, hát ez próba, hogy türelmet gyakoroljál bárkivel szembe, a próbatétel pedig reménységet. Mi? Olvassuk a Roma 8.25-ben, ha pedig amit nem látunk, azt reméljük, békességes tűréssel várjuk. És aztán az is előfordulhat, hogy az idő múlásával és a napjaink múlásával elveszítjük a békességes tűrést. Pedig az meg kell maradjon az utolsó pillanatig. Az utolsó léglegzetünkig meg kell maradjon a türelem. Isten Iránt, az ő szava iránt, embertársaink iránt. Azt írja az apostól, hogy ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgái. Sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban, tisztaságban, tudományban, hosszú tűrésben. Mondhatjuk ezt mi magunkról? Tehát személyesen én mondhatom magamról, tehát ajánlhatom magamat, mint olyan, aki ezeket gyakorolja. Teljes alázatossággal és szerítséggel, hosszú tűréssel elszenvedve egymást szeretetben. Ezt tanácsolja Pál az Efézus 4.2-ben. És közeledek a vége felé. És tegyük fel úgy Ismételten a kérdést, mennyi a 1-től ezen a skálán a türelmünk hol áll? Mert az fogja eldönteni majd, hogy megnyerjük a mi életünket, vagy sem. Az apostol írja a Kolossé Járjatok méltóan az Úrhoz teljes tetszésére. Minden jó cselekedettel gyümölcsöt teremtvén és növekedvén az Isten megismerésében. Minden erővel megerősítve az ő dicsőségének hatalma szerint, minden kitartásra és hosszú tűrésre örömmel. Ezt kívánja az apostol, hogy mi nevekedjünk az Isten megismerésébe, és azokba a dolgokba, amelyek utóvégül számunkra hoznak áldást. Bár csak mondhatná az apostól, mirőlünk is a következőket. És mondhatná azért, hogy részesüljünk abba, amit remélünk, hogy részesülni részesei leszünk az életnek, de ahhoz, hogy mondhassa, ahhoz meg kell fogadnunk tanácsát. Tehát azt írja az apostól, és ezzel zárom a gondolataimat, öltözzétek fel azért, mint az Istennek választottjai, szentek és szeretettek. Istennek választottjai, szentek és szeretettek. Ezt mondja az apostol a kolossébeliekről. Mondhatja ezt az apostol, mi rólunk? Ahhoz, hogy mondhassa az apostol, akiről tudjuk, meg vagyunk bizonyosodva, hogy most hol van, azt tanácsolja. Könnyrehetes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelítséget, hosszú tűrést. Mi minden alkalommal én a figyelmet csak megköszönni tudom, de ha elég figyelmet szentelünk Isten szavának, és megfogadjuk ezeket a hasznos tanácsokat, ő a hosszú tűrésünket. Meg is fogja jutalmazni. Köszönöm.